Vajdaság 20 településéről 40 pedagógus műsorszervező érkezett a Pódiumestek szerkesztett és ünnepi műsorok második szemléjére a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonba. Nem volt abban semmi se, még vazzag, sőt, perni se! Versmondó és irodalmi szakkörök, színjátszó csoportok, valamint iskolai osztályok mutatták be irodalmi összeállításaikat és szerkesztett műsoraikat. Mi a neved? Nagyon jól éreztük magunkat. Mi a 7C osztály vagyunk, és hát ezt iskolanapra készítettük. Vadászatból 3. Az előadások megtekintése után a pedagógusok, csoportvezetők szakmai beszélgetésen és műhelyfoglalkozáson vettek részt. Nekem magyar tanárként a szöveg kiválasztása sok idő, de nem gond. Az a gond, hogy hogyan mozogjon, mit csináljon a gyerek a színpadon. Azt én nem tanultam. Nekem az a gond. A pódium műsor műfaját Vajdaságban még nem alkalmazzák, széles körűen vélik a szakemberek. A verset nem csak iskolai előadásokon, egyéni produkcióként lehet előadni, és nem csak ezáltal lehet megkedveltetni a gyerekekkel, hanem ezekből nagyon értékes műsorokat, összeállításokat lehet készíteni, mondjuk rá egy-egy költő ópuszából, vagy egy-egy ünnepi alkalmából. Százszor tudtak bátrak lenni. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a közönség igényeinek is megfelelő előadások készüljenek. Jaj, ez nem a mi napunk. Hol, mi is tibetünk? Egyáltalán kezdjünk el beszélgetni a versösszeállításokról és az iskolai műsorokról, hiszen a lehető legtöbb gyereket érinti. Ugye minden iskolában rengeteg ilyen ünnepi műsort szerkesztenek, minden gyerek találkozik ezzel, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségű a gyerek találkozása a verssel, a színpaddal, meghatározhatja az egész életét. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság akkreditált szakmai összejövetelét második alkalommal szervezték meg a Magyar Nemzeti Tanács, a Szekeres László Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával.